López Szabó Zsuzsa vagyok, a Gyuri bácsi lánya. Vele különböző egészségügyi témákról, nyilván leginkább gyógynövényekről szeretek beszélgetni. Magyarország lakossága a legkövérebb Európában. A felnőtt férfi lakosság 80%-a túlsúlyos vagy kifejezetten kövér. Tehát a helyes testsúly megtartása rendkívül fontos az egészségünk szempontjából is. Gyuri bácsival a mai napon arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet a gyógynövényekkel segíteni a testsúly csökkentést. Vannak olyan keverékek, amelyek kifejezetten ebből a célból használhatóak. Az egyik ilyen például a csalánleveles teakeverék. Ez hogyan működik, és milyen módokon tudjuk használni? Hát minden esetben akkor kell fogyasztani, amikor túlsúlyosak vagyunk. Különben lehet tisztító teaként is használni, tehát belső tisztításra is lehet használni ezt a csalánlevél teakeveréket. Vannak benne olyan növények, amelyik nem engedi, hogy felszívódjon minden a bélrendszerbe, amit megettünk. Ezen kívül étvágycsökkentők, és így el lehet vele érni azt, hogy lefogynak az emberek egy pár kilót. De mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy ne egyenek annyit. Minden túlsúlyos ember megkérdezi tőlem, mit egyen akkor, amikor fogyni akar. Akkor mindig azt mondom neki, hogy ne egyen annyit. A válasz minden esetben, hogy ő nem eszik sokat. Itt minden esetben meg szoktam kérdezni tőle, hogy mihez képes, mert ahhoz képest, amennyi kellene, amennyire szüksége van, ahhoz képen mindenképpen sokat eszik, mert csak az rakódik le a szervezetbe, amit túlsúly csinál, amit többet evett annál, mint amennyire szüksége van. Van egy másik teakeverékünk, a mezei katángos teakeverék, az is jó fogyásra, ha jól tudom. A mezei katángra az a jellemző magára erre a növényre, hogy nem engedi a bélrendszerben szintén, hogy felszívódjon minden. Tehát egy része az ételeknek emészetlenül távozik a szervezetéből, és így nincs, ami lerakódjon. Nagyon érdekes egy tapasztalatot mondott nekem egy orvos professzor, egy érdekes tudást, amit ők tanulnak az egyetemen, hogy ha sokáig rágunk egy falatot, akkor a nyálunkban lévő emésztés segítő anyag az könnyebb emésztés biztosít, és ha sokáig rágunk egy falatot, tehát 60-szor, 70-szer, akkor gyakorlatilag az történik, hogy az agyunk azt jelzi, hogy már tele van a gyomrunk, mert az idő hosszú, ugyanakkor a gyomor még csak háromnegyedig van tele az étellel, tehát nem lehet elhízni tőle. Mi mindenre használható a csalánleveles teakeverék azon kívül, hogy testsúly csökkent? Gyakorlatilag tisztításra használhatjuk, rendszeres tisztítására. Használhatjuk a csalánleveles teakeveréket betegségek megelőzésére, használhatjuk őket székletavításra, és használhatjuk őket fogyásra is, tehát emésztési javító tulajdonságuknál fogva. Úgyhogy ezeket minden esetben lehet használni rendszeresen is. Tisztítása elég egy évben kétszer. Betegség megelőzésre viszont ajánlom, hogy minden betegség kezdetekor, amikor kialakul egy betegség, akkor csináljanak egy ilyen csalánleveles teakeveréket, azt igyanak a teából naponta egy csészével, mert segít abban, hogy a májunk, a vesénk, a lépünk, minden szervünk, a szívünk, tüdőnk, minden szervünk tökéletes jó állapotban legyen, és könnyebb lesz a gyógyulás. Vannak-e olyan gyógynövények, amelyik az étvágyat csökkentik, és így segítenek az egészséges testsúly megtartásában? A gyomorsav csökkentő teákat ajánlom ebbe az esetben. A fehér akácvirág teát csökkenti a gyomorsav termelést, nem lesz annyi étvágya, és a fehér árva csalán teát szintén, amely szintén nagyon csökkenti. És azon kívül van még egy olyan növény, ami csökkenti, de azt viszont nem ajánlom, a gyomorsav termelést, ez a lucerna. A lucerna mellett lévő földet lepermetezték, akkor biztosan a lucernán is rajta van a permetlé, tehát ezt mindenki semmiképpen nem ajánlom. És a nyers krumplilé például, az is nagyon jól csökkenti a gyomorsav termelést.